Sziasztok gyerekek, ez itt a Gaming kanál, és én Guszti vagyok, ez végre egy újabb gyakori kérdés és rész. Itt van velem Szörny is, akit lehet, hogy már... Ali. Lehet, hogy már ismertek. Őt úgy találtuk itt a csatornában, vagyis hát pontosabban a kanálisban, hogy igyekezzük fölnevelni azóta is. Hova? Hát a felnőtt léthez. Ja? Na nézzük, hogy milyen kérdéseket találunk most. Hol? Gyakori. Első kérdésünk, hogyan öljek meg szellemeket és démonokat? Ki akar megölni? Hát itt írják neki, hogy kefeld őket egy másik sikra, ne öld meg őket. Hogy gyilkoljak meg démonokat vagy szellemeket? Gyerekek, mi van? Miért akarja mindenki megölni szegény? Miért akartok megölni? Szegény szörnyet miért akarjátok megölni? Hát így is a kanálisba száműzték, úgy találtuk meg. És titeket kiszáműzött ide? Legalább nem vagyok egyedül. De miért akarnak megölni? Nem tudom, jó helyre írok el, lehet, hogy a macskám kommunikál velem tudat alatt? Szóval van olyan, hogy beáll elém bámul, vagy valahonnan elkezd bámulni, mereven nézzük egymást, és olyan érzése van, mintha üzeneteket akarna közvetíteni felém, de én ebből semmit nem értek. Van egyáltalán ilyen, vagy csak bámul és kész? Hát néha szörnyen is vagyunk így, hogy csak áll, bámul és... és néz rám valahogy így ilyenkor... Csak éhes vagyok! Ilyenkor... Nagyot tennék! Igen, ilyenkor tudom, hogy... Tudom, hogy vagy kajak el neki, vagy pofont kér. Van itt olyan, aki angyalokkal kommunikál? Szeretnék megtudni, angyalokkal kommunikál. Blablabla, na hát ugye ezt mondja a kérdező, írják itt neki, hogy van itt egy kommentelő, akinek a nickneve Lucifer666. Ő, ha kommentel ide, vagy kommentben megszólítod, vagy írsz neki privátot, akkor egy bukott angyalal kommunikálsz talán. Én is angyal voltam, de elbuktam. Szörnyként is bukott vagyok. Szörny, te egy bukott szörny vagy, bebuktál a kanál. Ne sírjál szörny, bebuktál a kanálisba, mert ide száműztek, úgyhogy most már itt maradsz velünk örökre. Miért lehet az, hogy ha egy nő közelében vagyok, vagy hallok róla, gyomorgölcsöm van, illetve zavart leszek, kapcsolatban lehettem vele előző életembe? Hogy deríthetem ki? Ó, hát biztos. Sokat vagy nő közelében. Olyan gyomorgörcsöd lesz, hogy olyan leszel, mint én. Hogy fogsz kinézni, mint szörny? Túl sokat volt nők közelébe. Azért lettem ilyen én is. Azért menekült a csatornába. A szellemeket, démonokat fel lehet gyújtani? Teszem azt lángszóróba. Miért gyújtanának föl? Szörny, téged nagyon meg akarnak ölni. De létezek. Téged nagyon meg akarnak ölni, szörny. Nem, mivel nem léteznek, igen. A szellemírtók jobb megoldás. Húgyozd körbe a házat és szarj bele minden sarokba, nekem bevált. Ide is bele van szarva mindenhova. Lehet, hogy azért, mert az egy kanál is. Nekem bevált, mindenki elkerüli azt a környéket. De ti itt vagytok. Mi bírjuk a szagot. Szellemeket érzek, van megoldás? Engem meg a szellemek éreznek, szerintem. De lehet, hogy a szörnyek a szagát érzik igazából. Tényleg már 3 hete fürödtél, nem? Ki kell fésülnünk a hajadat is már nagyon. De, ki kell? Azt álmodtam, hogy darazsak csípnek, és apukám nem segít. Ez mit jelent, hogy apád egy köcsög? Hogy segítenem? Megcsipik őt is. Téged hátrahagy és elfut. Na, az igazi apuka, igaz szörny? Tényleg neked mi lett az apukáddal, szörny? Még sose kérdeztük. Mondjuk nem régóta beszélsz. Mi a véleményetek az agykontroll bűnözésről? Lehetséges-e, hogy egyesek szándékos tudatbefolyásolást alkalmaznak egyéneken, csoportokon, hogy elfogadtassák azokkal a saját személyes elképzeléseiket, gondolataikat, erkölcsi szabatosságokat? Van ilyen, igen, úgy hívják, hogy televízió egyébként, meg a többi. De tévézel, szörny? Remélem nem. Mi a Rosalindát? Ki nézi azt? Meg a vadongyolt? Azok akkor mentek, amikor téged a kanálisba száműzték, szörny, azóta már... Azóta már más is van.
Mik azok a Murphy törvényei? Egyik válasz, hogy minden a lehető legrosszabbul sül el, például a lejtett vajas kenyér mindig a vajas oldalával lefe... Ne, hát az azért, mert a vajnak a súlya lehúzza esés közben, nem? Nem azért? Szerintem azért. De egyébként a Murphy törvénye arra is vonatkozik, hogy például csak akkor esik le a szárítókötéről a ruha, hogyha alatta sáros a föld. Ilyen hasonló dolgok. Mert amúgy csak fölveszed és nem érdekel, de ha sárba esik, akkor érdekel. Következő kérdésünk, ez micsoda? Sziasztok, XDDD. Ez mi DD? Link róla. Ez a testvérem. Ez szól van. Meg kell találnom. Nem, szerintem itt veszlen. Egyszer lehet, hogy majd elmegyünk. Ő merészkedett a kanálisból. Mi lett vajon velem? Azon a képezésben, hogy mit tennél, ha azt látnád, hogy ez jön fel a lépcsőn? Hát te akkor üdv... engem kell megkeresni, mert várom haza. Igen, hát te üdvözölnéd vele a tesód. Ja. A szellemek miért csak este, éjjel jönnek elő és hoznak rám félelmet? Filmekben is mindig éjszaka csinálják dolgokat, nem is értem. Hát azért, mert csak akkor képzeled őket oda. Valójában nincsenek ott, hát ne higgyetek már ilyeneket. Szerintem szörny sincs. Sötétben engem is csak hallani, hogy nehezen veszem a levegőt a felszínen, és félnek. De valójában már gondoltam arra, hogy igazából szörny sincs itt, csak ide képzelem mindig. Mert nappal, mintha sohasem látnám. Erre lennék itt, mi? Nappal nem szoktalak látni. Izguljak az idei világ vége miatt? Szeretnék komoly válaszokat kérni. 17 éves srác vagyok, és egészségügyileg és lelkileg is van elég problémám. Amikor rátaláltam arra az aszteroidás híre, teljesen megijedtem. Már kb. 2 hét van csak hátra. Meg a vérhold miatt is, ami szeptember 28-án lesz. Nem tudom, mi igaz, mi nem. Kérlek, nyugtassatok meg, hogy nem lesz világ vége. Te minden évben izgulsz a világ végék miatt? És az idején is izgulsz? És az elmúlt évek világ végével mi lett akkor? Ne izguljál ilyeneken szerintem úgy. Hol van szörny? Mikor lesz legközelebb világ vége? Azt írják, hogy nem hinném, hogy igaz, de azt láttam, hogy 2017-ben. Nézd rá a Google. Gyerekek, ez nem igaz már. Valaki linkelt hozzá. Brit tudósok megállapították, hogy volt már. Már megtörtént. Átkot szórtak rám a biszi-boszik? Többi lent. Akárhányszor habcizok, soha senki nem mondja, hogy egészségedre bezzeg. Amikor más habcizik, még Chuck Norris is rákiabál, hogy egészségedre, és ez engem nagyon bánt. Szerintetek egy boszi műve ez? Amúgy, ha ez még segít, nemrég szakítottam a barátnőmmel, és ő szerintem boszi volt, mert feltűnően büdös volt a lehellete és a lába, ezért is szakítottam vele. Lehet, hogy mivel erre rájöttem, így elbosszult rajta. Biszi, boszi, bassza meg. Miért van az, hogy a boszik jó sok 99%-a roma? Nem csak az EZO TV vagy Astro Show-ra gondolok, hanem az életben is így van ez. Ők jobban értenek hozzá? Genetikai veleszületett képességük ez? Olyan bolygóról jöttek, ahol ezzel foglalkoztak? Miért van ez? Feltehetően. Valóságban lenne esélye egy majmok bolygója szerű világ kialakulásának? Lenne esélye? Már megtörtént. Akkor ez a rész ennyi lett volna, srácok, a következőben találkozunk. Köszönjük, hogy végignéztétek, hogyha ez a rész nagyobb érdeklődésre tesz szert, hogy kicsit magyartalanul fogalmazok, akkor mindenképpen folytatom, és igen, az arkokat is folytatom, mert most a legendás régi nézők, Fodor Dávid és társai, azok már írni fogják, hogy hol az ark? Hol az ark? Úgyhogy mindenképpen azok is jönnek. Köszönjük, hogy megnéztétek. Sziasztok!